Hát köszöntelek, Csaba. Varga Csaba most a következő beszélgető társam, ugyan az előbb sokat nem beszélgettünk, mert csak hallgattuk, Ete doktor. Aranyos Csaba, örülünk, hogy eljöttél megint hozzánk Pestről, és egy nagyon fontos témáról szeretnék veled beszélgetni. Úgy érzem, ennek nagyon itt van az ideje. Lélekcsoportok, lélektársak, ikerlángok szerepe a tudatváltásban. Hát te filozófus vagy, író, és most így interneten látom, hogy csodálatos verseket is írt. Sőt. Itt a két új könyv. Hát most csapjunk ebbe bele. Amikor még az legelső programomat tartottam, akkor szintén ott voltál, és ugye az új világról beszélgettünk, hogy hát azóta eltelt 3 év. Most meg ugye nagyon sok ilyen csoport, olyan csoport, lélektársa, stb. Segítjük egymást az úton. Az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményed? Hol tartunk most? Mi az, ami segít nekünk? Mi az, ami gátol? Mi az, amit most nekünk már önmagunkban kell tenni? És mi az, amiben segít egy csoport? Vagy most miért van ez a nagy kuszaság? Mert úgy érzem, hogy én annak idején, 3 évvel ezelőtt azt hittem, hogy na most már sínen vagyunk. És úgy érzem, hogy ez a szétválasztottság úgy még erősebb. Szeretettel köszöntök mindenkit. A Timi kérdése arra utal, hogy megyünk az úton, és az úton járás természetesen mindenkitől óriási változást követel, és ez sajnos sok szenvedéssel jár. Ete doktor már utalt arra, és most jó, hogy a kettő összekapcsolódik így, hogy igazából nem lenne okunk szenvedni semmitől és semmiért, de mi magunknak teremtjük azt az érzést, az egónk vagy az elménk, mert inkább az elme teremti, nem az egó, teremti mindazt, amit szenvedésként tapasztalunk. De én most nem erről szeretnék beszélni ebben a bevezető mondat sorban, hanem arról, hogy igen, eltelt 3 év, amit már az új korban élünk, és nagyon sok ember úgy érte meg ezt a 3 évet, hogy próbatételnek, de most van még egy újabb kor, ami most már itt van az ajtóban, vagy a küszöb előtt, hogy nem kell tovább szenvednünk. Ha megértjük, hogy mitől nem kell tovább szenvednünk, és miért nem fogunk tovább szenvedni, akkor megérkeztünk mi is az új korba. És igazából már semmi akadálya nincs, mindenki ezt a lépést megteheti. Tehát rajtunk a sor. Rajtunk bizony, és én úgy érzem, hogy én magamban érzem azt a változást, hogy valóban az én döntésem, hogy hogyan élem meg a mindennapokat. De azt is látom, hogy sokan nem ezt látják. És már azt is tudom, hogy én egyetlen módon tudok segíteni, ha én az maradok, aki vagyok. És megőrzöm ezt a belső békémet. Ugye szabad nekem fölállnom. Állja. Mert sokkal jobban lehet így gondolatokat meg energiát közvetíteni. Egy dolgot kellene mindössze megérteni ahhoz, hogy senki ne úgy élje a mindennapjait, hogy azok szenvedések. Ha megértjük azt az egyetlen egy kérdést, hogy belső úton van mindenki. Azért születtünk le a földre, hogy ezt a belső utat megjárjuk. És van, akinek 10-szer, 20-szor le kell születnie ahhoz, hogy megtegye, holott megtehetnék néhány hét vagy néhány hónap alatt. Az újkor épp azt jelenti, hogy megvilágosodunk a tekintetben, hogy értsük, hogy mi ez a belső út. És mindegy, melyik ősi tanításhoz nyúlunk,
mindegy, melyik vallás keretében létezünk, és mindegy, hogy mondjuk melyik természetgyógyász iskolára hallgatunk, igazából a válasz mindenhol ugyanaz. Most engedjetek meg nekem, nem lesz több mint 5 perc, hogy elmondjam, hogy mi ez a belső út, mert anélkül minden a levegőbe lóg. És ezt a belső utat még 5000 vagy 50000 éve tudták az emberek, ma pedig a család nem tudja már megtanítani, az orvosok szintén nem, mondjuk Ete doktor kivétel, és igazából az iskoláknak fogalmuk sincs erről. És ami a legérdekesebb ebben az, hogyha én elmondom, hogy honnan, hová megyünk a belső úton, mondok majd néhány szót, hogy honnan, hová, a szavak sem lesznek világosak. Most gondoljanak bele abba, hogy elvileg tudjuk, hogy tüdőnk van, bár senki nem tudja, mi az, hogy tüdő és hogy működik. Vagy mondjuk tudjuk, hogy van térdkalácsunk, de igazán csak hallottunk, vagy ismerjük a tankönyvekből, nem tudjuk, hogy mi a térdkalács. De ez még mind rendben lenne, mert ellen legalább van halvány fogalmunk. Az Ete doktor néhányszor szerintem tévesen használta az agy fogalmát, az agyban sok minden nem történik. Igazából, ami nekünk gondot okoz, az az elme, de az elme nem létezik fizikailag. Az, hogy honnan megyünk hová, a honnan, ott van 3-4 ilyen rejtélyes fogalom, hogy elme, vagy ego, vagy az úgynevezett kis én, amit ma nagyjából mindenki énként tud értelmezni, de nem tudjuk, hogy mik, ezek pedig épp olyan szervek, mint a tüdő, a szív, vagy mondjuk éppen az agy. És ezt az állapotot, amikor az ember, az elme, ego, kis én, vagy mondjuk a saját esze, vagy intellektusa fogságában van, ezt mindig az emberiség történetében a tökéletes sötétség állapotának nevezték. Aki az elme és az ego fogságában létezik, még ha táncol is, akkor is tartósan a sötétségben van. Azt, hogy honnan, hová megyünk, nyilván a sötétségből a világosságba, de mi az, hogy világosság, és bennünk mik azok a szervek, amelyek a világosságot teremtik meg bennünk. Nagyon egyszerű fogalmak, majd többször előfordult a lélek fogalma, de senki nem tudja, mi a lélek. Ha bárkitől visszakérdeznének, mindenki zavarba lenne az előadók közül. A lélek úgy kerül bele a magyar közgondolkodásba, a Bibliát rosszul fordították legelőször, és a szellem szót léleknek fordították le. De azt sem tudjuk, hogy mi a szellem, ne legyen félreértés. Ami valójában a pozitív póluson van, arra van egy gyönyörű szép szó magyarul, remélem már mindenki kívülről fújja, úgy hívják, hogy önvaló. Ha tetszik, lehet léleknek hívni szimbolikusan, bár nem az a lélek. A vallási körből jövők ezt az önvalót hívhatják isteni énnek, vagy nagy énnek szemben a sötétségben minket irányító kis énnel. És mindezt hívhatják a tudat különböző mezeinek is. Itt a ésszel szemben van a bölcsesség, ami nem a mi tudásunk, azt hozzuk, ha tetszik, isteni tudás. Tehát van egyszer egy általános, generális földi állapot minden emberben, amit sötétségnek hívnak, ebben él a ma embere, és amikor elindult a változás 2 vagy 3 éve, arról kellett volna beszélnünk, hogy na jó, akkor most ki akarunk jönni ebből a sötétségből. És abban át kell jutnunk, ez a világosság. A titok mindössze annyi, hogy bármelyikük életkortól, iskolai végzettségtől függetlenül, hogy teszi meg ezt az utat? Erre van egy gyönyörű magyar kifejezés, hogy át kell menni a tű fokán. De ez az átmenetel nem fizikai értelmű átmenetel, hiszen a tűfoka elég szűk, és bár én szerintem normális súlyban vagyok, mégsem férnék át a tűfokán.
hogy a mai emberen nagy rész mindenki túlsúlyos, azok még kevésbé férnek át a tűfoká. De ez nem testsúly kérdése, hanem alapvetően erre azt mondták a régiek, erre a tűfokán való áthaladásra, hogy átlényegülés. Az Ede doktor ebből sok mindent már próbált jelezni, nagyon szépen és világosan. Tehát átlényegülünk, ezt megint a régiek alkímiai folyamatnak hívták, ha valaki ilyesmiket olvas. És esküszöm az égiekre, hogy ezt az átlényegülést meg lehet mindenkinek tanítani tanfolyam nélkül is. És az, hogy miből mit leszünk, azt mindenki tudja. Mert azt ma már mindenki észreveszi magán, két dolgot, hogy tele van félelemmel, szenvedéssel, kínlódással, reménytelenséggel, szeretetlenséggel, bánattal. Ha valaki elmerné mondani életkortól függetlenül, hogy hány éjszaka sír, meglepő eredményt kapnánk. Nagyon sok ember nagyon sokat sír éjszakánként. Időnként nappal is, csak elrejti. És még mosolyog is hozzá. Ez az ember, aki az elme ego fogságában van, azért ilyen, mert totálisan önző, csak magáért akar élni. Ennél borzasztóbb állapot nincs. Ez a totális embertelenség. És amikor átmegy a tűfokán, nagyon egyszerű dolog történik vele, semmi több nincs benne, mint hogy szeretet. Ugyan az elmúlt hónapokban a Földön nagyjából kezd világossá válni, hogy a szeretet energiánál van egy sokkal magasabb rangú energia, ez a szerelem energia, és a teremtés tulajdonképpen a szerelem energiával történt, ha tetszik, az égiek szeretkezéséből megy végbe a teremtés, persze nem fizikai szintű szeretkezése kell gondolni. Az egész galaxisunkat, a tejutat, a négy több dimenziós rendszer nem csak fizikai szinten létezik, ez az energia tartja életben. De a ma embere, 10 emberből, ha 2 vagy 3 vagy 4-nek van már benyomása arra, mi az, hogy szeretet, akkor ez egy csodálatos ország vagy csodálatos nép. És ha 10 emberből 1 vagy 2-nek már van fogalma arról, hogy mi a szerelem, az már csodálatos világ. Na most gondolják meg, itt vagyunk 2014-ben, nagyjából legalább 1 millió éve ezen a Földön, és ugyanott tartunk, vagy még ott sem, mint annak idején, hogy azzal szembesülünk, hogy mindazt nem tudjuk, mármint tapasztalati szinten, nem szavak formájában, hogy mi az, hogy szeretet vagy szerelem. És akkor most tett fel a kérdést a lélektársak és az ikerlángokra vonatkozóan. Hát, hogy hogyan segíthetjük egymás fejlődését? Mi a véleményed erről? Nem tudom, hogy mennyire materialisták, még ha azok bocsánatot kérek a most következő mondatokért. De. Hol is kezdjem? Mielőtt egy lélek megszületett, nem a Földön, hanem a magasabb dimenziókban, voltak és vannak lélek szülei sok millió évvel ezelőtt. Amikor ez a lélek ezekben a felsőbb dimenziókban él, ott nincs valaki soha egyedül, mert úgynevezett társas komplexumok vannak. Minimum néhány, de maximum 144 lélek van egy lélek családban. Most képzeljék el azt a felső világot,
ahol ugyan én nem vagyok elkülönülve, mondom a Sanyinak, amit ő nagyon jól tud értékelni, hanem teljes mértékben egy családnak vagyok a tagja, ha tetszik, nincs semmifajta önállóságom, és mégis ebben a lélek családban én sokkal teljesebb és sokkal magasabb egyéniség vagyok, mint a Földön, úgymond autonóm lényként. Tehát ez a lélek család. Mindenkinek van mondjuk a 144 lélektársa, akiből mindig leszületik a Földre sok tucat, tehát mindenki most, ha már ott tartanánk tudatosságban, tudhatná, hogy akiket ismer, azok közül hányan vannak az ő lélek családjában. A lélek családokkal olyan könnyű az együttélés, mintha nem tudom én, már 200 éve élnénk együtt boldogságban, tehát a harmóniát előállítani nagyon könnyű. Van ennek a lélek családnak egy magja, ha én vagyok a közepén. Ezek a duál párok. Hogy most hány van, 4, 5, 6, 8, akárhány, teljesen mindegy. Nagyon sok boldog szerelem azért boldog, mert a duál párral van szerelmi kapcsolatban. Azok nagyon közel vannak. Ez sokkal szorosabb közelség, mint a testvérekben gondolkodunk. És akkor jön az ikerláng kérdés. Amikor én ebből a társas komplexumból leszületek a Földre, egy lélek a fogantatáskor ketté válik, egy férfire és egy nőre. És mind a kettő leszületik, vannak köztük időnként több évtizedes különbségek, hogy miért most messzire vezet. Ezek az ikerlángok. Ez ugyanaz a lélek, ha tetszik, úgy, mint a bal és a jobb félteke, csak itt mind a kettő jobb félteke. A Föld most abban az aranykori állapotban van már, hogyha a következő időszakban a Földön 144 ezer ikerláng szerelem most végre megvalósul, akkor a Föld olyan, mintha rakétába ülne és elkezdene vágtatni erőre, ki tudja hova. Ennél nagyobb energia, ennél nagyobb hajtóerő nincs. Ellenben. Van az ikerláng szerelemnek egy nagyon nehéz leckéje. És ez a dráma, amit elmondok azért, hogy mindenki nyugodt legyen, hogy ez is kibírható, és ez is úgy fejezhető be, hogy ennél jobb nem történt velem. Ugyanis amikor a Földön a két ikerláng, nem is az a jó, hogy azt mondom, hogy találkozik, hanem az isteni akarat összehozza őket, ez így helyes, és így pontos ennek a megnevezése, akkor mind a két ember, tehát a férfi és a nő azt az állapotot éli meg, hogy nem kell neki semmilyen gyógyítás, nem kell neki semmilyen vagyon, nem kell neki semmilyen szeretetközpontú élet, olyan, mintha tökéletesen újjá születne, és tökéletes szeretetben, szerelemben olyan szinten él, ami elmondhatatlan. Igen, ám? De amikor valaki belép ebbe a kapcsolatba, akkor persze még az az ember, aki tegnap még sötétségben élt. Ezért azok a párok, akik ma megkapják az ikerláng szerelem lehetőségét, aminél nagyobb isteni kegyelem, vagy bárminek hívhatjuk, emberi csoda, vagy bárminek hívhatjuk, akár angyali csodának is, akkor annak van egy következménye. Ebben az ikerláng szerelemben mind a két félnek végig kell menni a belső úton. És a mind a kettő a másiknak olyan tükör, és olyan erősen sugárzó tükör,
hogy ezt a bizonyos időszakot, amíg mind a kettő végig megy, azt kevés szenvedés próbában éli meg az ember, mindaddig, ami rá nem jön, hogy ez maga a boldogság, de az egy idő, amíg az úton végig megy. És minden esetben szinte ilyenkor az ikerláng párt szétszakítják a legkülönbözőbb módokon. És nyilván maguknak okozzák a szétszakítást, de ez kell ahhoz, mert ha egy ikerláng párt ketté választanak, képtelenség élni a másik ikerláng nélkül, ez olyan hajtóerő, az ember nem tudja magát többet becsapni, és nem tud továbbra is ülni a sötétségben vakontként. Nem teheti meg, nem bírja ki, hogy ne az ikerlángjával legyen, tehát bármire képes azért, hogy visszakapja, és tudja egy idő után rájön, hogy akkor kapja vissza az ikerlángját, ha átment a tűfokán. Ha ezt megéli egy ikerláng pár, hogy a tűfokán átmegy, az elmondhatatlan és kifejezhetetlen. Ma az egész földbolygón, minden kontinensen sorra jönnek létre az ikerláng közösségek, csoportok, honlapok, minden. Rengeteg tanulmány, írás születik, híres énekesek ikerláng dalokat énekelnek, mert rájött mindenki arra, hogy mindenhol, kultúrától, vallástól függetlenül ugyanazok a lépcsőfokok vannak az ikerláng szerelemben, és bár ma mindenki, az Ede érdekes módon fejezte be a előadását, csak nagyon szégyenlős volt, és próbált egy kicsit úgy ellazítani az utolsó mondatát, mert hogy ha a földre született ember Isten gyermeke és Isten társa, akkor minden hétköznapi enger, minden normális életben eljuthat valamilyen minőségű Isten emberségbe. És ha van út ide, akkor ez az ikerláng szerelem. Tehát ebben az értelemben a földön elérhető legmagasabb rangú, ezek a szavak, hogy boldogság, szerelem, szakrális család, meg sok mindent mondhatnék, ha majd hagyok időt a Timinek kérdezni, akkor ezek mind elérhetők ebben, tehát a teljességet meg lehet élni. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Én közben szerettem volna kérdezni, csak nem akartalak félbeszakítani, hogy mi a véleményed arról, hogyha ugye az ikerlángok találkoznak, vagy nyilván találkoznak, de még önmagukkal nincsenek kész erre az együttlétre, akkor elképzelhető az is, hogy ez a nagy vonzódás, és mégis arra hajtja az embert a belső akarat, vagy nem tudom, minek nevezzem, de nem bírja a másikban talán még elfogadni azt, amit tükröz neki, amit még önmagában nem fogadott el. Érted? Ó, hogy nem. Szinte minden ikerlán kapcsolatban ez történik, amit a Timi kérdezett. Szinte mindegyikben. És erre vannak ilyen szakkifejezők. Egyiket úgy hívják, hogy üldöző, a másikat üldözöttnek vagy futónak. Mert mindig az egyik menekül, képtelen fölvállalni ezt, szeretne elbújni. Ha tetszik, ebben a sötétségben leássa magát, nem tudom, 100 méter mélyre, csak ne kelljen változni. Tehát ez teljesen ismert és normális állapot, és teljesen rendben van, mert miért ne legyen szabad menekülni. A kérdés az, hogy meddig lehet menekülni. Mert normális párkapcsolatokban, most legyünk őszinték, ugyanígy van mindig, és ott nagyon gyakori, hogy vagy az egyik dinnyel mind a kettő halálokig beássa magát valamelyik barlangba. És így vagy úgy gondolja, hogy ez az élet nincs jó.
Az ikerlány kapcsolat annyiban más ebben az értelemben, hogy olyan hihetetlen vonzó erőt jelent azt, hogy legalább egy napig egyszer láttam és együtt voltam az ikerlánggal, hogy akármilyen mélyre ássa be magát, egy idő után már nem bírja ezt. És ilyenkor azt szokták tanítani annak, akit úgy neveznek, hogy üldözetet, aki hajlandó elindulni és hajlandó menni, annak azt tanítják ilyenkor, hogy te most próbálj semmit nem csinálni, elbújni, foglalkozz a magad belső építkezésével, tehát ne érezze az üldözőt úgy, hogy üldözik, hagyd békén. Ne bántsad, ugyanúgy szeresd mindeddig, vagy még jobban mindeddig. Ugye az ikerláng szerelem egy olyan állapot, amikor azt mondja az ember magának, hogy nincs több kérdésem. Sem magáról, sem az életéről, sem a párjáról. Tehát ebben az állapotban teljesen természetes állapot, úgy, ahogy megiszom egy pohár vizet, természetes állapot, hogy én azért élek, hogy a másik legyen boldog. Nem pusztán azért élek, hogy én kapjak valamilyen jutalomfalatot, szeretet vagy szerelem formájában. Tehát akiben egy kicsit is tudatosul, hogy most mi az, amit ő él, akkor egyszerűen kénytelen észreveszni, hogy eljutott az egyetlen normális emberi állapotba, amikor nem magamért élek. Ami azt jelenti, hogy ikerlán kapcsolatban én a másik boldogságáért létezem, ő meg az enyémért. Tehát én neki ajándék vagyok, és fordítva, tehát az, hogy nekem minden meglegyen, amire vágyom, azt ő adja, nincs vele dolgom. Nincs szükség önzésre. Nincs szükség sírásra. Semmire, mert úgyis ajándékként kapom, és nyilván remélem, hogy itt a jelenlévők kezdik az elmúlt fél évben, egy évben tapasztalni, hogy nagyon sok csoda történik vele. Ha bármelyikük nincs normális szerelemben sem, nem is tudja ki az ikerlángja, de elenged mindent, és azt mondja magának egy reggel, basszus, mi lenne, ha én ma egész nap nem akarnék mást, mint mindent szeretni. És megnézi, hogy képes-e rá. És fogja látni, hogy az első fél órában 10-szer megbukott a saját vizsgáján, mert ingerült valamiért, dühös lesz, haragszik, félelem van benne, és rájön arra, hogy igazából én nem tudok még egy macskát se normálisan szeretni. Az ember elindul egy belső úton, tehát jön kifelé a sötétségből, és minden nap egyre inkább megpróbál a legegyszerűbb emberi helyzetekben minden iránt szeretetben lenni. Ugye ezt úgy mondják negatív értelemben, hogy eljutok abba az állapotba, hogy három dolgot nem teszek. Nincs negatív érzésem, egy csomó természetgyógyász fölkérnek, hogy pucoljon ki. Mi ezt nagymosásnak szoktuk hívni. Ha valaki kapsz 10-20-szor nagymosást, akkor nagyjából lásd edd a doktort, eljut abba az állapotba a legkülönbözőbb módszerekkel, hogy nincs, kitisztultak belőle. Vagy legalábbis nagyjából kitisztultak. Ugye azért probléma ez, mert egy fájdalom típusnak a sok ezer életünk miatt nagyon sok rétege van, elég lassan megy a kitisztítás. Ugyanilyen a negatív gondolat, ugye az elménk, nem az agy, nem a tudat, nem a lélek, ne keverjük össze, csak az elme, kizárólag az elme gyártja a negatív gondolatokat, amik nem mi vagyunk, nem én mondom, nem nekem szól, az elme kreálja. Ha el tudok minden negatív gondolatot engedni egy idő után, a belső úton, akkor már egy csomó negatív tettem nem lesz. Ezért nincs már dolgom, mint kiülök a parkba, és lógatom a lábam, és figyelem, hogy óránként hány csoda történik vele. Minden megteremtődik nekem, megjön az ikerláng, kapok egy hatalmas pénzt valahonnan, és így tovább minden, amire csak korábban vágytam, önmagától megvan minden erőfeszítés nélkül. Ezért tanítják az ősiek, hogy amennyit belül változol, annyi jó történik veled a külső életben, tehát mindennek a kulcsa a belső változásban van.
És az elmúlt években volt szerencsém jó néhány barátom életét végig kísérni, micsoda őrült küzdelmet folytatott negatív érzései és gondolatai ellen, és mindenki meg tudja csinálni. Azt remélem már mások itt az elmúlt órákban elmondták, hogy olyan világ jön most létre, hogy mindenki akár 130-150 évig élhet. Hogy valaki valóban élhet boldog ikerláng vagy duál párkapcsolatban. Hogy tulajdonképpen minden gyönyörű lehetőségünk itt van, készen van, csak el kell tudnunk fogadni. És persze az is igaz, hogy sokan azt választják, hogy elmennek. Tehát befejezik a földi életüket, nem bírják ezt a kihívást. Őket ugyanúgy meg kell becsülnünk és szeretnünk kell, mint akik ezt az utat végigjárják. Nincs rossz ember. Tehát az ikerláng szerelem ilyen értelemben egy tanítás a mai emberiségnek, hogy ilyen vagy hasonló úton mindenki eljuthat. És ezért, amit a Tini kérdezett, hogy egy bizonyos szakaszban valamelyik megpróbál nem partner lenni ebben, sőt, esetleg ostorral veri azt, aki viszont tudja, hogy ez lenne a legjobb, akkor csak annyi a tanítás, hogy megértsük, hogy minden egyes ostor csapás semmi egyéb, mint egy szeretettel teli ölelés. És ez volt a lecke. Ha megengeded egy mondattal, akkor erre reagálnék, hogy szerintem pontosan így, hogy az a legnagyobb energia, amit ugye az ikerlángunk képvisel itt most ebben a dimenzióban, meg hát a másikban is, de mondjuk itt beszélünk erről, és pontosan ebbe a jelenállásba, ahhoz, hogy mi legjobban önmagunkra találjunk, és az önmagunkban lévő isteni minőségre, az ikerlángunk az, aki a legnagyobb segítséget adja azzal, hogy mondjuk az el nem fogadással még, és ezáltal a mi oldalunk az lesz, hogy úgy tudunk megtanulni szeretni, hogy még az se kell, hogy a másik szeressen. Az egyik legnehezebb kérdés, vettem a lapot, mert ugye ha az Isten semmi egyéb, mint szeretet vagy szerelem, akkor az ember miért lenne más, mint hogy semmi egyéb, mint szeretet vagy szerelem önmagában is. De itt most elindult egy új tudatosulás, és próbálok itt egy kicsit előre menni. Ez nagyon meredek. És azt kell mondanom, hogy egyre inkább, legalábbis bennem az tudatosul, hogy a legnagyobb tévedésünk az, amikor azt gondoljuk, hogy vagyunk önmagunkban. Nincs önmagunk. Ugyanis minden ember többszörösen iker lény, most kezdve attól, hogy jobb és bal agyféltéke kezdve, hogy mindenkinek van ikerlánya, 50-60 féle ikerséget él az ember. Tehát úgy kéne beszélnünk magyarul magunkról, hogy mindig többes számban. Hogy ez magyarul ugye azt mondja, hogy mi magunk, de elég furcsán hangzik, hogy mi magunk, tehát mi is egy társas komplexum vagyunk. Ugye a kérdés azonban az, hogy ez a társas komplexum, hogy a maga dönti el, hogy erre a bolygóra leszületik, ha amúgy is társas komplexum, és hogy nem kell neki megélni azt, hogy ő szeretetben és szerelemben, párban vagy családban meg mindenkivel él, akkor miért kéne leszületni a földre, hiszen enélkül is ezek vagyunk. Itt azonban két dolgot kell mondanom. Erre a kérdésre válaszképpen. Azért érdemes nagyon megbecsülni a fizikai testünket,
és ha a következő 30-50 évben az emberek fokozatosan úgy fognak testileg változni, hogy ebben a fizikai testben fénylények is lesznek egyúttal, hogy ezt a sokdimenziós testünket azért kértük és azért akartunk leszületni a Földre, mert ezt a magas isteni minőségű szerelmet és szeretetet csak ebben a testben lehet ilyen mélyen megélni. Megéli ezt a lélek igen magas szinten a felsőbb dimenziókban is, de igazán itt. És ráadásul, ha megérte előtte ennek az összes ellentétét, tehát a szenvedésnek a valódi mélységeit is megélte, akkor sokszorosan tudja értékelni, hogy miért ez. Tehát a Földre nem azért küldenek minket az égiek, vagy nem azért választjuk mi ezt a bolygót életünk szintereképpen, hogy azt ismételten megéljük, hogy milyen nekünk mi magunkban boldognak lenni. Ehhez nem kell leszületni. Tehát ez a földbolygó azért van, hogy mindenki megkaphassa azt a lehetőséget, hogy megéli a valódi szerelmet, párkapcsolatot, barátságot, közösséget, stb. Tehát ez egy tárház, nagyon gazdag a lehetőség, kezdve az ikerláng szerelemtől, mondjuk a tér és idő feletti kollektív nemzeti tudatig, vagy akár a sokdimenziós földi tudatformák bármelyikéig is. Tehát mindezt meg tudjuk élni, és azért vagyunk itt, hogy mindezt megkapjuk, itt van előttünk, miénk, tessék élni. És megadjuk. Kaphatnénk-e tőled egy verset? Igen. És azzal fejeznénk be. Van olyan, amelyik kedvenc? Nem készültünk rá. Így aztán nem is bírjuk kinyitni. Van egy kedvenc versem, most már nem merem felolvasni, mert többször megpróbáltam nyilvánosság előtt, és oly bonyolult a metaforája, hogy valamiért először egy egyszeri elmondásra nem megy át, ezt nem merem, egyben az a címe, tehát az első kötet arról szól, hogy az ikerláng szerelemben milyen, amikor az ember rájön arra, hogy sötétségben van. A második kötet arról szól, hogy hogy éltem meg én és az ikerlángom a tűfokán való átmenetelt, és a készülő harmadik kötet arról szól, hogy milyen lesz, vagy milyen az, amiről elmondhatatlan a tökéletes boldogság. Tehát ezt a verset, és minden három kötetben az ikerlángomat Ánandának hívom. Ennek nincs magyar megfelelő, egy ősi szó, és egyszerre fejezik ki azt, hogy öröm, boldogság, szeretet, szerelem, szeretkezés, megüdvözölés, tehát az egészet egyben, egy szóban fejezik ki, és minden versben az ikerlángot én Ánandának szólítom, és van egy olyan versem, amit nem merek felolvasni, ennek az a címe, hogy mély alvás Ánanda combjai között. Ez nem egy szexuális vers, hanem valóban egy mély alvás, amiben az ember át tudja mindazt élni, amit az ikerlángság jelent. Viszont egy másikat felolvasnék, ez elég játékos és látszólag egyszerű, de nem biztos, hogy azért ennyire egyszerű lesz. Most föllapozom. Nem is abba van. És ezt a verset, ebben is beletettem egy bővebb változatot, és inkább a bővebb változatot fogom felolvasni.
Tehát a vers nagyon játékos ritmusa és harmóniája van, de próbálom azért lassan mondani, mert nem lesz teljesen hétköznapi. Az a címe, hogy neki legyen jó. Azért élek rég, neki legyen jó, akkor is, ha ez nekem nem jó. De ami nekem egyáltalán nem jó, az végül nekem nagyon is jó lehet, mert az neki jó. Ha ő nem azért él, nekem legyen jó, vagy neki mindegy, nekem jó vagy nem jó, ettől még nekem jó, ha az neki éppen jó. Ha neki nem jó az, ami nekem nagyon jó, elengedem, hiszen inkább neki legyen jó, mint nekem örömtó. Ha neki nem jó az, amiről ma azt hiszi, hogy neki most jó, hosszan megölelem, hogy legyen neki valóban igazán jó. Minden jó, mi neki jó. Sőt jó, ha nekem is jó, még akkor is így jó, ha az nekem végül is nem mindig olyan jó. Ami nekem nem jó, de valamiért neki jó, nekem még inkább jó, mert belehal az ego, nekünk csak ez a jó. Így legvégül, végre mindkettőnknek jó, szeretetben ez a jó. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm!